A szezon előtt az amerikai edző által irányított amerikai légiósokkal megerősített Nyíregyháza Tigers a döntőbe jutást tűzte ki minimális célként, de igazából a bajnoki arany megszerzéséért szálltak harcba a Tigrisek. Az alapszakaszban a legjobb négy közé bejutott a nyíregyházi gárda, a döntőbe kerülés azonban már nem sikerült, mivel a sérülések által megtizedelt Tigers vereséget szenvedett az elődöntőben a Budapest Wolves-tól. Szépe József sportigazgató szerint jó úton járnak, sokat fejlődött a csapat, így mindent összevetve elégedettek lehetnek a bajnokságban elért eredménnyel. Abszolút sikeres volt ez a szezonunk is, annak ellenére, hogy a döntő nem jött össze. Igazából ennyi sérült el, nem nagyon lehetett más eredményt várni. Sajnos az utolsó periódusában a bajnokságnak rengeteg kulcsjátékosunk hullott ki. Én azt gondolom, hogy a szezon egészét tekintve többször vezettük a tabellát, végig versenyben voltunk a döntőért. Idén sem jött ez össze, de az út az továbbra is jó, hiszen eddig is vagy elődöntő, vagy döntős szereplést csináltunk az elmúlt 5 évben, úgyhogy panaszra így sincs okunk. Tavaly a Tigrisek 2 játékosa meghívást kapott az Egyesült Államok beli Kentonba, ahol az amerikai futball hírességek csarnok által szervezett nyári akadémián vettek részt. Idén nyáron már 60 képviselik az edzőtáborban a nyíregyházi színeket. Ismét Kentonba fogunk ellátogatni, a hírességek csarnoka által szervezett nyári akadémián vesznek részt. Tóth Gábor, Ponykó Patrik ugye már másodszor, és őket kíséri Hüse Csongor, Schuller Ádám, Erdély Áron, és jó magam is. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kis csapat lesz Nyíregyházáról, emellett pedig, mint scout, én nekik, tehát az amerikaiaknak is dolgozom, 2 másik játékos viszek Magyarországról a Fehérvár Entrónás csapatából. A bajnoki döntőt a Hungarian volt, a Budapest Wolves nyerte, miután a szombati döntőben 34-30-ra legyőzte a Miskolc Tigres csapatát. A felnőttek számára szünet következik, szeptemberben viszont rajtol a junior bajnokság, amelyre 30 fős kerettel készül a Nyíregyháza Tigers.